Folyamatosan érkeznek az iskolások csütörtök reggel ehhez a zebrához, ahol rendőrök segítik az átkelést. A Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola közelében az iskolakezdéskor jelentősen megnő a forgalom. Ezért ez az egyik helyszíne a rendőrség szeptemberi akciójának a városban. Útjára indult iskola példa elnevezésű kampányunk. Ez azt hivatott szolgálni, hogy mivel a gyermekek a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb képviselő a közlekedésnek, az ő biztonságuk érdekében jött létre a kampány. A kisebbek még a szüleikkel jönnek az iskolába, a nagyobbak már önállóan. Ez azonban veszélyeket rejthet, mondja a rendőrőrnagy. A kisgyermekek egy részét autóval szállítják iskolába, a nagyobbacskák sűrűn közlekednek már kerékpárral, illetve rollerrel. Az ő szüleinek a figyelmét szeretnénk felhívni ezúton, hogy a gyermekeket akkor engedjék önállóan közlekedni, hogyha a szabályismereti tudásuk ezt alkalmassá teszi erre őket, illetve használnak fejvédőt, kerékpáros fejvédőt, úgyhogy igazából így lehetnek biztonságban az utakon. Bár több gyermek közlekedik iskolakezdéskor, mégsem több a baleset. Köszönhető ez a rendőri jelenlétnek is, mondja Bertáné Wingert Erzsébet. Nem jellemzőek a gyermekbalesetek iskolakezdés időszakában sem, hiszen kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságukra, éppen ezért, mert a szabályismeretük elég alacsony, nem ismerik fel a rájuk leselkedő veszélyeket, a kockázatokat, ezért nekünk kell vigyázni rájuk. Tehát bárhol lehet számítani gyermekek felbukkanására, ugye bárminek a takarásából az úttestre léphetnek, úgyhogy ők ezzel nincsenek tisztában. Picik nem látják át még a forgalmi helyzetet, nehezen tudják felmérni, illetve nem is tudják felmérni, hogy egy jármű milyen távolságra van tőlük, illetve milyen sebességgel közeledik feléjük. Azok a szülők, akik autóval hozzák gyermeküket az iskolába, mindig a járda felüli oldalon engedjék kiszállni a kisdiákokat. Ne álljanak meg tilosban, és használják a Kiss & Go parkolókat, javasolja a rendőrség képviselője. Az iskola példaakció egész szeptemberben folyik majd. A becsengetés előtt reggel, majd délután a tanítás végeztével is rendőrök, polgárőrök, közterületfelügyelők segítik a gyerekek közlekedését, átkelésüket a forgalmas utakon, a pécsi iskolák környékén.